Szóval megkértem egy mesterséges intelligenciát, hogy tervezzem meg néhány mobot és blokkot egy képzeletbeli Minecraft frissítéshez, és az eredmény valami egészen megdöbbentő lett. Ha tetszik ez a videó és szeretnétek még hasonlókat látni a jövőben, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal és írjátok meg kommentben, és szerintem akkor vágjunk is bele. Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és a mai videóban egy kitalált Minecraft frissítés tartalmait fogjuk megnézni, amelyeket egy az egyben egy mesterséges intelligencia alkotott meg. Na jó, a modelleket és a textúrákat én csináltam meg, de az eredeti koncepciók az Emmitől származnak. A videóhoz az utóbbi hetekben nagy népszerűségnek örvendő ChatGPT nevű chatbotot használtam, aminek azt az utasítást adtam, hogy tervezzem meg egy új egyedi Minecraft mobot, és ő erre ezt válaszolta. Persze, íme egy új egyedi Minecraft mob, amit kitaláltam. A homokvihar gólem egy hatalmas szerkezet, ami teljes egészében homokból és mágiából áll. A sivatagi biomokban barangol, lassan csoszogva, miközben homoknyomokat hagy maga után. Oké, szóval van egy gólemszerű lény, ami igencsak terevélyes megjelenésű és a sivatagokhoz kötődik. Így hát elkezdtem játszadozni a modelljével, miközben azon gondolkodtam, hogy hogyan is nézne ki egy ilyen lény a Minecraftban, meg úgy egyáltalán. Ezért továbbolvastam a generál szöveget. A homokvihar gólem ellenáll mindenféle sebzésnek, és csak egy speciális itemmel, a homokvihar pálcával lehet legyőzni, amely segítségével a játékos egy homokvihar erejét összpontosíthatja ellenfelére, ezzel széttörve a gólem homokszerű formáját. Oké, tehát a gólemüknek elég masszívnak és elrettentőnek kell lennie ahhoz, hogy a játékos tudja, nem érdemes vele csak úgy kikezdeni. A fegyver elkészítését későbbre hagytam, egyelőre a gólemen dolgoztam. Eközben a chatbot további ötletekkel állt elő. A hatalmas mérete és ereje mellett a homokvihar gólem képes homokviharokat idézni, amelyek csökkentik a látást és sebzik a játékost. Ugyanakkor a gólem arra is használhatja a homokvihar képességeit, hogy védelmező pajzsot alakítson ki maga körül, amelytől még ijesztőbb lesz. Hát megmondom őszintén, mozgó homokvihar pajzsokat még nem tudok készíteni, viszont a homokvihar idéző képességét a Weathermod segítségével sikerült megoldanom. A chatbot még hozzáfűzött pár sort, de a lényeg már így is megvolt. Szóval jó néhány variáció elkaszálása után sikerült előállnom egy olyan modellel, amivel elégedett voltam, és a játékban is jól mutatott, úgyhogy elkezdtem textúrázni. Fontos kiemelni, hogy nem a művészi képességeimről vagyok híres, szóval inkább csak reprezentatív jelleggel készült a megjelenése. A textúrázás során a sivatagi kötődését, valamint az ősi és terebélyes mi voltát próbáltam meg kiemelni, és szerintem ez nagyjából összejött. Ezután következtek a hangok, amelyekhez leginkább a YouTube-ról letöltött szörny és dinoszaurusz hangokat használtam fel, amiket aztán utólag módosítottam egy kicsit, hogy jobban passzoljanak a gólem méretéhez. Kapott még mély dübörgő lépés hangokat is, valamint egy halál hangeffektet is. Na de nézzük meg mindezt a Minecraftban is. Na itt is lennénk srácok a játékban, és hát itt van előttünk a homokvihar gólem. Hát eredetileg nem így nézett ki ugye a koncepciója, én azt terveztem, hogy egy ilyen kavargó, homokszerű lény lesz, viszont hát azt egyelőre még nem igazán tudom megcsinálni, úgyhogy maradtam ennél a Minecraftos blokkos megoldásnál, de szerintem így is sikerült előállni egy elég egyedi dizájnnal. Az lett volna igazából az elképzelés, hogy ilyen homokszerű textúrája legyen, illetve felülről, mintha beborítaná egy ilyen rászáradt sárréteg, vagy valamiféle különböző kőzet, meg por, igazából azt akartam átadni, hogy egy ilyen ősi lényről van szó. És hát a fején, hát megmondom őszintén, egy kicsit aránytalanul nagyra sikeredett, igazából csak egy ilyen, egy ehhez hasonló kis száraz bokrot akartam rárakni a fejére, mintha rajta maradt volna így az idő során, de hát egy kicsit nagy lett, de végül is nem baj. Olyan, mintha ilyen sérója lenne, szerintem tök menő. Úgyhogy hát így néz ki a homokvihar gólemünk, próbáltam ezt a gólemszerű feelinget megtartani, mint ami a vasgólemeknél is jelen van a játékban, tehát ilyen nagyon robosztus, tényleg szabályos ilyen blokkokból álló teste van. És hát akkor nézzük is meg részletenként igazából a tulajdonságait. Kezdjük szerintem a hangokkal, most hogy megnéztük így nagyjából a kinézetét. Szóval le is idézek egyet. És hallhatjátok, hogy ilyen furcsa hörgő hangjai vannak. Ezek azok a hangeffektek, amiket végül elkészítettem, ugye módosítottam meglévő hangokat, amint azt korábban be is mutattam. Illetve vannak lépés hangjai is, csak olyan nagy a karakter modellje, hogy nem vagyok elég közel ahhoz, hogy halljam, amikor lépeget, de próbáltam neki egy ilyen... azért hallatszódik, tehát próbáltam egy ilyen mély dübörgő hangot adni a lépéseinek, mert azért mégis ugye egy nagy termetű mobról van szó, és próbáltam ezt átadni. Ezt a nagy súlyt lényegében ezekkel a hangokkal is, illetve hát hallhatjátok, hogy ilyen folyamatos hörgései vannak, ezt próbáltam egy ilyen száraz hörgő hangot adni neki, mert hát végül is ki van szárva, mert homokból van az egész lény, de mégis egy ilyen mélyebb, gólemszerű hangot próbáltam neki kreálni. Illetve ha már így mozog, akkor meg tudom mutatni az animációit is. Láthatjátok, hogy így próbáltam azt a látszatot kelteni, mintha a karjaival vonszolná magát előre. Tehát ezért is érnek a földig a karjai lényegében, hogy ezekkel vonszolja magát előre, mert
mert azokkal a kicsi lábakkal egy ekkora nagy testet nem biztos, hogy meg tudna mozgatni, úgyhogy igazából ez az animáció ezt akarja tükrözni. Visszatérve a hangokhoz, pedig nézzük meg akkor a sebződés hangját, illetve a halál hangeffektet is. Nagyon tetszik ez, ahogy így vonszolja magát a karjaival. És látni fogjátok ugye, hogy azt az AI is megtervezte, hogy amikor sebződik, akkor egy homokvihart fog leidézni. Úgyhogy ha én most egyszer megütöm, akkor hallhatjátok is egyébként a sebződés hangeffektet, illetve azt is, hogy elkezd itt beszűkülni a látóterünk, és egy homokvihar veszi kezdetét. Tehát ezt, ahogy az AI is megtervezte, ez tényleg így működik, hogy megidéz egy homokvihart a játékban. Hát azt sajnos nem tudtam megcsinálni, hogy ezzel rendesen támadjon is, mert hát annyira azért még nem értek a modelláshoz, hogy ilyen nagyon összetett homokviharos képességeket tervezzek neki, de az ötlet az nagyon király volt az AI részéről. És hát akkor nézzük is a sebződés hangeffekteket még egy kicsit, illetve a halál hangeffekteket, valamint kitaláltam neki egy kis érdekességet, amikor meghal, úgyhogy ezt is mindjárt látni fogjátok, illetve hát az, hogy mennyi életereje van, mert egy ilyen éleség 5-ös Netherite baltával, kritikál hitekkel is azért eltart egy darabig, amíg megölöm. Úgyhogy lehet hallani a hangokat, és amikor meghal, akkor ez a hangja, és hát egy ilyen homok kupacot hagy maga után, illetve homokot dob, amikor meghal, úgyhogy ezt fel is veszem. Tehát ezt igazából ezt nem az AI találta ki, ezt én találtam ki, hogy egy ilyen homok kupacot hagyjon maga után, amikor meghal, mert hát végül is szétesik ilyen homok darabokra, úgyhogy ezt így próbáltam meg ábrázolni. Na és akkor nézzük meg túlélő módban is, hogy mennyit sebez. Teljes Netherite páncél van rajtam, illetve ez az éleség 5-ös Netherite balta. Megnézzük, hogy milyen erős így. Úgyhogy ugye, ahogy azt az AI is megtervezte, hogyha én csak itt járkálok körülött, akkor nem fog megtámadni engem, tehát alapvetően semleges lény, igazából csak barangol itt a sivatagban, viszont ha megtámadják, akkor vissza fog támadni, úgyhogy ez itt a játékban is így működik. Most egyszer megütöm, akkor hát ugye elkezdődik a homokvihar, illetve kicsit agresszívvá kezd válni, és elkezd ütögetni, illetve van egy ilyen hátra lökése is, láthatjátok, hogy elég messzire hátra tud ütni engem, csak a nagy karakter modellje miatt nem tud hozzám férni mindig, de elég messzire el tud ütni. Hát ugye ezzel is próbáltam ezt a nagy erejét mutatni, hogy így képes hátra ütni a játékost elég messzire. Még most nem sebez olyan sokat, mert mondom, Netherite páncél van rajtam, de egyébként hát nem a legkönnyebb mobok közé tartozik, tehát azért elég erőseket tud ütni, és akkor ha meghal, akkor ugye itt van ez a homokkupac, illetve egy homokblokkot is dobott. Úgyhogy hát srácok, ennyi lenne a homokvihar gólem, egy mob, amelyet egy mesterséges intelligencia tervezett meg, és én pedig belemodoltam a játékba a saját elképzelésem szerint. Sajnos ez az AI nem tud képeket generálni, úgyhogy vizualitás szempontjából saját magamra hagyatkoztam, viszont próbáltam minél több dolgot átvenni az AI ötleteiből és megvalósítani ezeket a játékban. Úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltatok erről a mobról, illetve majd a videó végén írjátok meg, hogy a 4 ötlet közül, amit bemutatok ebben a videóban, melyik volt a kedvencetek. Ezt követően megkértem a chatbotot, hogy generáljon még egy mob ötletet. Ezúttal egy Hold Lepke nevű lényt talált ki, ami egy ritka és rejtélyes lény, és a játék erdőbiomjaiban lehet megtalálni éjjel. Méretét tekintve a chatbot nagynak képzelt el, úgyhogy szerintem egy denevérnél nagyobb lényről beszélünk. Csillogó, irizáló, illetve a sötétben világító szárnyakkal rendelkezik. A holdlepke egy békés mob, azonban képes a játékost egy hold dimenzióba repíteni, ami furcsa, más világi lényekkel van tele. A hold dimenzióba való belépéshez a játékosnak meg kell közelítenie egy holdlepkét és egy speciális tárgyat, a hold jogart kell használnia a portál megnyitásához. A bejutást követően a játékos felfedezheti a hold dimenzió furcsa és csodálatos táját, de meg kell küzdeni az ott lakó hatalmas és veszélyes mobokkal is. A hordlepke egy ritka és ravasz lény, és csak bizonyos időpontokban és bizonyos helyeken jelenik meg. Szóval a chatbot egy kicsit elragadtatta magát, és konkrétan egy teljesen új dimenziót is kitalált, amit azért valljunk be, elég nehéz lenne megcsinálni, úgyhogy ez az egész mob igazából csak a koncepciója miatt érdekes, ezért egy már meglévő modot láthattok most a képernyőn, amit a Druidcraft nevű mod ad hozzá a játékhoz. Szerintem teljesen megegyezik a mesterséges intelligencia által kitalált mob kinézetével, szóval feleslegesnek tartottam ugyanezt a mobot saját is elkészíteni. A holddal való viszony azonban szerintem egy rendkívül izgalmas ötlet volt. A homokvihar gólem azonban egy annyira egyedi mob ötlet volt, hogy semmi hozzá hasonlót nem találtam a modok között, ezért is döntöttem úgy, hogy hozzáadom a saját verziómat a játékhoz. Ezek után jöjjenek az új blokkok, amelyeket szintén a chatbot talált ki, én pedig megalkottam őket a Minecraftban. Az első ilyen blokk a Chaos kristály, ami egy ritka és erőteljes blokk, és a Netherben található meg. Kinézetét tekintve egy fényes és csillogó kristály, amely energiával lüktet. Úgyhogy elkezdtem dolgozni a textúráján, illetve a hangjain is.
tekintve, hogy ez a blokk lényegében egy energiaforrás, és valahogyan át kell adni ezt a hatást a játékban. Ezek mellett fényforrásként adtam hozzá a játékhoz, hogy még inkább fokozzam ezt az érzést. Nézzük, mit talált még ki a gép. Amikor kibányásszák, megvan az esélye, hogy a kristály értékes itemeket dobjon, mint például gyémántokat vagy smaragdokat. Ugyanakkor arra is van esély, hogy felszabaduljon egy kaotikus energiakitörés, ami kiszámíthatatlan következményeket okozhat a játékosban és a környező területen. Ezek a hasznostól, például átmeneti erő vagy sebesség effektől, a károsakig terjedhetnek, mint például a sebzés vagy a veszélyes mobok leszpónolása. Kicsit kezdett egyfajta lucky block jellege lenni ennek a blokknak, úgyhogy különböző valószínűségi változókkal oldotta meg a kiütése következményének véletlenszerűségét. De a chatbot ezután egy ennél is bonyolultabb ötlettel állt elő. A káosz kristály energiaforrásként is használható bizonyos típusú redstone eszközökhöz. Redstone áramkörbe helyezve energiakitöréseket generálhat, amelyek más blokkok vagy eszközök aktiválására használhatók. A káosz kristály ilyen módon történő használata azonban kockázatos is lehet, mivel kiszámíthatatlansága nem kívánt hatásokat okozhat az áramkörben. Vagyis ez a blokk képes a random energiarobbanásokat generálni, amelyek a környezetében lévő redstone-nal kapcsolatos blokkokat egy rövid időre aktiválják. Habár nem vagyok egy nagy redstone szakértő, szerintem ez a tulajdonság nagyon sok új redstone szerkezet megtervezését is lehetővé teheti, ugyanakkor valóban rengeteg szerkezetet tönkre is tehet a kiszámíthatatlanságával. Minden esetre ez a redstone kitörés egy rendkívül érdekes tulajdonság. Na de akkor nézzük is meg ezt a játékban. Na hát itt is vagyunk a Netherben, srácok, és ugye itt generálódna ez a blokk, viszont mivel azt az AI nem határozta meg, hogy pontosan hol generálódna a Netherben, vagy milyen körülmények között, ezért most itt a semmi közepén fogunk vele találkozni. És hát hallhatjátok, ahogy aktiválódott az energiával telített káosz kristály blokk, egyébként még világít is, illetve ilyen particle effektek is áramlanak ki belőle, ezzel is próbáltam ezt az energiától pulzáló hatást fokozni, illetve hogyha hozzáérünk, már attól is reagálni fog, és hát hallgassátok, ahogy megütöttem, egyből egy ilyen érdekes pulzáló hangeffektet hallunk, ez a blokkból származik egyébként, és hát, hát elég ijesztő. Úgyhogy akkor szerintem nézzük is meg, hogy mire képes. Ugye amikor széttörjük, akkor hallani fogjátok majd, ahogy kirobban belőle az energia, meg látni is fogjátok különböző effektekkel, és hát vagy valami jó, vagy valami rossz történik, ugye a felszabaduló energiától, ahogy ezt az AI is leírta, úgyhogy nézzük, hogy mi történik. Kitöröm. És mindenféle értékes itemet kaptunk. Oké, szerintem nézzünk még meg párat, ennek tényleg ilyen lucky block feelingje van. Igen, elég durvák ezek a hangok, na nézzünk meg még egyet. Most mit kapunk? Ó, kaptam erőeffektet. Na igen, ezek a pozitív effektek voltak eddig, viszont szeretném azt is bemutatni, hogy azért negatív dolgokra is képes ez a blokk. Úgyhogy leteszek még egyet. Aktiválódott, és... és most is ilyeneket kaptunk, jó. Próbálok keresni valami olyat, ami negatív. Hoppá! Méregeffektet kaptam, srácok. Méreg 2-t 20 másodpercig. Oké, tehát ezek a negatív dolgok, amik történhetnek, egyébként még van néhány, most nem tudom, hogy lesz-e szerencsém bemutatni ezeket is. Nyilván ezek alapvetően elég ritka blokkok lennének, most megint erőeffektet kaptam. Most regeneráció effektet kaptam belőle, srácok. Most pedig émeigés effektet kaptam. Hoppá, és leidézett egy vidör skeletont is, pedig nagyon le vagyok gyengülve, oké. Sikerült megölni, mert volt rajtam erőeffekt is. Szóval, hát láthatjátok, hogy csupa jó és csupa rossz dolgok is történhetnek ezzel a blokkkal, viszont van még egy érdekes tulajdonsága. Szóval egy szintén nagyon érdekes tulajdonság, amit az AI talált ki, az az, hogy legyen ez egy energiaforrás, mégpedig egy olyan energiaforrás, ami a redstone-nal kapcsolatosan is működik, tehát lényegében egy olyan blokkról van szó, ami a környezetében egy adott sugáron belül lényegében a redstone-nal kapcsolatos blokkokat aktiválja vagy inaktiválja, ugye ez egy random kiszámíthatatlan blokk, egy káosz kristály, viszont attól függetlenül szerintem egy nagyon érdekes koncepció, hogy ilyen energiaforrásokat tudunk elhelyezni a redstone szerkezeteinkben, és hát kicsit kiszámíthatatlanul, de lényegében redstone nélkül tudjuk ezeket aktiválni. Tehát láthatjátok, hogy nincsenek itt redstone jelek lefektetve, viszont a redstone particle effektek körbeveszik ezt a blokkot, tehát ez is mutatja, hogy a redstone-nal kapcsolatos, és hogyha én most kiütöm ezt a blokkot, akkor hát egyrészt aktiválódik ugye maga a blokk, viszont azt is láthatjátok, hogy inaktiválódtak a redstone-nal kapcsolatos blokkok a környezetében. Most ha őt én egy kicsit arrébb lököm, és megint leteszem,
akkor láthatjátok, hogy aktiválódott az ajtó, a redstone lámpa, illetve a node blokk is. Tehát lényegében így működik ez a blokk. Én így képzelném el, hogy a környezetében lévő redstone-nal kapcsolatos blokkokat, tehát nem csak ezeket, hanem a droppereket, dispenzereket, pisztonokat, ragacsos pisztonokat, ezeket mind aktiválná, vagy pedig inaktiválná. És szerintem ez egy nagyon érdekes koncepció. Én nem annyira értek a redstone-hoz, de az szerintem világos, hogy ebben nagyon sok új lehetőség rejlik. Mondjuk még az is elképzelhető lenne, hogy ha irányítható lenne ez a blokk, akkor még hasznosabb lenne, de szerintem pont ezt teszi egy kicsit érdekesebbé, hogy kicsit ilyen randomizált effektet ad, tehát ilyen randomizáló, véletlenszerűen sorsoló szerkezetek megalkotásához nagyon király lehet. Az pedig egy külön érdekes dolog, hogy nem kell arra is figyelni, hogy a redstone blokkokat lefektessük köré, illetve hogy azokkal összekössük a különböző redstone blokkokat, hanem egy közvetlen környezetében lévő blokkokkal interakcióba tud lépni. Úgyhogy hát nagyjából így működne ez, és ez is azt mutatja, hogy mennyire energiával teli ez a blokk. Most, hogy megnéztük az új Chaos Kristály blokkot, megkértem az AI-t, hogy találjon ki még egy blokkot. Az éteri blokk. Az éteri blokk egy csillogó éteri energiából áll, kavargó fénnyel és színekkel a belsejében. Áttetsző, vagyis a játékos átláthat rajta, de van egy halvány, izzó aurája, ami körülveszi. Szóval egyből azon kezdtem el gondolkodni, hogy egy animált textúrát kellene készíteni ennek a blokknak, és egy látványos, mágikus színekben pompázó kinézetet képzeltem el neki. Ezután az AI egy listát kezdett el írni a blokk tulajdonságairól. Az éteri blokk elpusztíthatatlan, és a játékosok nem tudják kiütni vagy kibányászni. Amikor egy játékos átsétál egy éteri blokkon, furcsa súlytalanságot és dezorientáltságot fog érezni, mintha egy másik dimenzióba kerülne. A játékosok portálként használhatják az éteri blokkot, lehetővé téve számukra, hogy azonnal eljuthassanak bármely másik éteri blokkhoz, amelyet elhelyeztek a világban. Ez hasznos lehet a világ körüli gyors utazáshoz, vagy rejtett, titkos átjárók létrehozásához. Az éteri blokk a fénnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságokkal is rendelkezik, másképpen nyeli el és veri vissza a fényt, mint a többi blokk, így furcsa és gyönyörű fényhatásokat kelt a világban. Vagyis meg kellett oldalom, hogy a blokk a bedrockhoz hasonlóan kiüthetetlen legyen túlélő módban, valamint hogy egy prizmához hasonlóan megtörje a fényeket és megváltoztassa a színeket a környezetében. Később azonban a kiüthetetlenségét elvetettem, ugyanis az AI által felvázolt gyorsutazás bemutatásához muszáj volt kibányázhatóvá tennem. Azt azonban nem igazán tudtam megérteni, hogy hogyan lenne képes a Minecraft, mint játék, súlytalanságot és dezorientáltságot éreztetni a játékossal, ezért visszakérdeztem rá a chatbotnál, és egészen megdöbbentett, hogy milyen ötletekkel állt elő a probléma megoldására. A játékes sor furcsa, zavaró hangot játszhatna le, miközben a játékos áthalad az éteri blokkon. Ezek lehetnek torz, visszhangos zajok, vagy olyan hangok, amelyek úgy tűnnek, mintha a játékos körül mindenhol jelen lennének. A játék egy sor vizuálisan megtévesztő effektet is megjeleníthet, miközben a játékos áthalad az éteri blokkon. Ezek közé tartozhatnak a kavargó fény és színmintázatok, vagy a játékos környezetének torzulása, amint áthalad a blokkon. A játék kameraeffektusokat is használhat a dezorientáltság érzetének keltésére, például a kamera remeghet vagy szabálytalanul mozog, amikor a játékos áthalad az éteri blokkon, vagy gyorsan kibezúmolhatna. Végül a játék a játékmechanikákat is felhasználhatja a súlytalanság és a dezorientáltság érzetének keltésére, például a játékos mozgása lelassulhat vagy felgyorsulhat, amikor áthalad az éteri blokkon, vagy az irányítása rövid időre felcserélődhet. Wow! Rendesen meglepett, hogy ennyire összetett megoldásokat talált a kérdésemre, szóval megpróbáltam minél többet megvalósítani a játékban. Ezek után még elbeszélgettem vele arról, hogy hol találkozna ezzel a blokkal a játékos, és hogy hogyan illene bele ez a mágikus blokk a Minecraft háttértörténetébe, és habár ezeket már nem tettem bele a modba, de nagyon érdekes volt elolvasni ezeket is. Na de akkor nézzük is meg mindezt a Minecraftban. Hát ez lett a textúrája, nem éppen a legszebb, viszont ha megnézitek, akkor látható, hogy nagyon lassan változik egyébként a textúrája. Ehhez nyilván egy ideig figyelni kell a blokkot, de azért látszik, hogy animált a textúrája. Na most az AI egyébként ugye azt mondta, hogy valamennyire áttetsző legyen a textúrája, viszont ezt nem tudtam megoldani, mert hogy animált is a textúrája, meg bele is lehet sétálni a blokkba, ezek így egy kicsit lehetetlenné tették, legalábbis a jelenlegi tudásom szerint lehetetlenné tették azt, hogy valamennyire átlátszó legyen a textúrája. Úgyhogy egyelőre ilyen lett, viszont közelről megfigyelve láthatjátok, hogy animált a textúrája, tehát tényleg látszódik, hogy lényegében él ez a blokk, és valami bent kavarog, valami furcsa energia. Úgyhogy hát ezt próbáltam ezzel elérni, és hogyha közel megyünk hozzá, akkor pedig tényleg meg fogja törni a fényt, mint egy prizma, és ha idejövök, akkor láthatjátok, hogy kicsit ilyen szivárványszerű lett a környezetem. Ezt nem vágással csináltam, tehát láthatjátok, hogy lent például a hotbarnak nem is változik meg a színe, csak annak, amit látok a kamerával, tehát ahogy a közelébe jövök, így megtöri a fényt, és ezt igazából így próbáltam meg a Minecraftban megoldani, ugye az AI egy ilyen prizmaként utalt erre a blokkra, hogy másként töri meg a fényt, mint a legtöbb blokk, és ilyen furcsa hatásokat kelt a közelében, hát én ezt valahogy így csináltam meg, szerintem azért látszódik a különbség, hogy minden ilyen szivárványos
színű lett. Viszont akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha átsétálok rajta. Igazából azt fogjátok látni, hogy lelassulok és elkezdek émelyegni. Tehát láthatjátok, hogy belassultam, most már kijöttem belőle, de még émelgek, és most már elmúlt a lassúság és az émelgés is. Tehát ahogy kijöttem belőle, ez így szépen elmúlt. És hát igazából ugye az AI ezt írta le, hogy valahogy így próbáljam meg a Minecraftban megvalósítani ezt a furcsa dezorientáltságot, illetve furcsa érzést, amit ez az éteri blokk kelt. Úgyhogy valahogy igazából ezt így csináltam meg. Tehát még egyszer bejövök, és így lelassulok, és hogyha kijövök, akkor ez elmúlik, és az émelgés is azonnal lejár. Tehát ez igazából így van megcsinálva. De akkor nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha széttöröm. Hát alapból, hogyha nincs letéve másik blokk a világban, akkor egyszerűen csak megszűnik létezni, viszont egy olyan speciális hangeffekttel, ami szintén tükrözi a természetét ennek a blokknak. Tehát lehet hallani, hogy így lényegében így kialszik az ereje ennek a blokknak. Viszont, ha mondjuk két blokkot leteszek, tehát mondjuk ide teszek egy másikat, és akkor töröm ki ezt a blokkot, akkor oda fog engem teleportálni, opá, kicsit belsétáltam a hatósugarába, akkor oda fog engem teleportálni, ahol a legközelebbi ilyen blokk van. Hát akkor nézzük is meg, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Ugye elméletileg ahhoz a blokkhoz kéne teleportálnom, ha ezt széttöröm. És tényleg, itt vagyok, hogy ott volt az előző blokk, és ide teleportált engem ehhez a blokkhoz. Úgyhogy tételezzük fel, hogy mondjuk nem tudom, széttöröm ezt a blokkot, most arrébb jövök ide, és csak hogy még felismerhetőbb legyen, tehát nehogy azt higgyétek, hogy itt valami videótrükk van, mondjuk ide rakok egy ilyen földtornyot, hogy tudjuk, hogy ide kell teleportálnom, és akkor mondjuk széttöröm ezt a blokkot, akkor itt vagyok, és ide hozott engem. Úgyhogy csak benne vagyok, ugye így megkaptam az effektet, és ugye ott törtük szét a blokkot. Tehát így működik, ez igazából egy ilyen gyors utazási blokk, ami szerintem egy nagyon király dolog, és imán el tudom képzelni, hogy a játékosok így teleportálgatnak egyik bázistól a másikig a saját világukban. Szerintem nagyon érdekes lehet, nyilván itt lehet ilyen balanszírozási kérdéseket felvetni, hogy visszakapja a játékos a blokkot, ha széttöri vagy sem. Egy nagyon értékes blokkról van szó egyébként, tehát az AI is megmondta, hogy különböző dungeonokban lehetne megszerezni, vagy különböző advancementek teljesítése után, vagy más módon, tehát a lényeg az, hogy egy nagyon értékes blokkról van szó, és a játékos tényleg azt érzi, hogy valami különlegeset szerzett meg. Hát nem tudom, hogy a textúrája ez mennyire adja át ezt a különleges feelinget, nem vagyok annyira megelégedve vele, de minden esetre azért szerintem sikerült elkapni így a többi dologgal, a működésével kapcsolatban ezt a furcsa, rejtélyes tulajdonságot, amit az AI igazából kitalált ennek a blokknak, úgyhogy hát ez lenne az éteri blokk, és hát megint csak azt tudom tőletek kérdezni, hogy melyik volt a kedvencetek e közül a 4 ötlet közül, amit most bemutattam. Ugye két mobot láthattatok, illetve két blokkot. Mindenféleképpen írjátok meg kommentben, és azt is, hogyha szeretnétek még látni ehhez hasonló videókat. Mindenesetre ez most ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!